szaktársak, kedves kollégák, sok szeretettel köszöntöm Önöket. Mint mindig, nagy ünnep egy-egy székfoglaló. A mai alkalommal az első székfoglalónkról szeretnék néhány szót, ha megengedik most mondani. Marosi György a Toldi Ferenc gimnáziumban érettségizett, majd a Budapesti Műszaki Egyetem vegyészmérnöki karán szerzett diplomát. A BME vegyész és biomérnöki kar szerves kémiai és technológiai tanszékén a Fire Pharma kutatócsoportban dolgozik. Az MTA doktora fokozatot 2003-ban szerezte meg. Az eddig publikált közel 450 közleményére és 11 szabadalmára kapott független idetek száma több mint 5500. Hírsindexe 45. Vezetésével készült példolgozatok száma 17, tagja 6 MTA bizottságnak és további 5 magyar, valamint 2 nemzetközi tudományos szervezetnek. A Magyar Tudományos Akadémia gyógyszerkémiai és gyógyszertechnológiai munkabizottságának az elnöke. 2015 óta tagja a Szlovák Tudományos Akadémia makromolekuláris intézete felügyelő bizottságának. Számos nemzetközi konferencia és folyóirat esetében tölt be elnöki, illetve szerkesztőbizottsági tagszerepet. Az elmúlt évek során vendégkutató és vendégoktató volt a Lyoni, a Cambridge-i, a Duisburg-i és a Palermo-i egyetemeken. Szakmai elismerései a teljes igény nélkül a következők: Nárai Szabó István díj, Magyar Érdemre Tisztkereszt polgári tagozata fokozat, Szent Györgyi Albert díj, Mestertanár aranyérem, a Magyar Tudományos Akadémia és a Szabadalmi Hivatal Innovációs Díja, Csűrös Zoltán díj, illetve a BME rektori díja. Marosi György nős és 6 gyermek édesapja, ha jól hallottam, akkor mindegyik itt van. Sok szeretettel köszöntöm őket édesapjuk szereplése alkalmával. Gyerekként régész szeretett volna lenni. Hobbiként kedveli az evezést, a kerékpározást és az amatőr filozofálást, és ez utóbbit különösen gyermekei és unokái körében szereti. Kedves Gyuri, döntsd el, hogy filozofálni vagy kábítani fogsz minket, de mostre nagy szeretettel várunk, és tiéd a pálya, tiéd a lehetőség. Tisztelt elnök úr, kollégák, kedves vendégek! Szeretettel köszöntök mindenkit! A funkcionális polimerrendszerek, technológiák és az evolúció közötti tematikus távolság áthidalása nem kis kihívás ebben az előadásban. Hasonlóképpen kutatócsoportunk neve, Fire Pharma, híd szerepre utal olyan távoli területek, mint a gyógyszerészet, műszaki, kémiai és biológiai disziplinák között. Először is azonban a motto értelmében megbocsátok mindenkinek, aki olyan nehéz helyzetbe hozott, hogy most magamról kell beszélnem. Másrészt persze sokkal inkább hálával tartozom nekik, hiszen lehetővé tették azt, hogy családom jelenlevő tagjai most hosszasan csak rám figyeljenek. Ez egyébként soha nem fordulhatna elő. Nem csak az ő jelenlétük miatt vagyok most zavarba, hanem azért is, mert engem semmi nem predesztinált arra, hogy valaha is egy ilyen megtisztelő fórumon szerepeljek. Ez itt nem a Sorstalanság című filmnek egy részlete, hanem én és mögöttem Bőröndi Tamás színigazgató úr, szegény nemrég távozott közülünk, állunk az óvoda udvarán. Félárvaként, nem túl dicső tanulmányi eredményekkel, de annál több tapasztalatot gyűjtve nőttem fel. Voltam bolti eladó, talajfúró, vagonkirakó, szemetes, mint látszik katona persze, és szakács is. Majd aztán ilyen terrorista külsővel, vegyész laboráns és raktáros stációkon keresztül jutottam révbe, amit látszik többek között Iván Béla tanár úr közreműködésével is. És felmerül a kérdés, hogy vajon a személyes evolúciómnak ez a
tekervényes, kacskaringós útja, vajon véletlenek sorozata, vagy valami más? És ugyanez a kérdés felmerül a globális evolúcióval kapcsolatban is, melynek fontos mérföldkövei a kozmikus és a kémiai evolúció eredményeként létrejövő makromolekulák, fázishatárrétegek, törekvés a biológiai biztonságra, amely támogatja a biológiai anyagok, információ és végül a technológiák biztonsága, beleértve a tűz feletti uralom jelentőségét is. Érdekes az, hogy éppen ezek a pirossal kiemelt kulcsszavak azok, amelyek a szakmai pályafutásomnak legfontosabb mérföldkövei voltak, így ennek az előadásnak is a tartalomjegyzékét jelentik. Lényegében a legfontosabbak elhangzottak, így rátérhetek a köszönet nyilvánításokra. Köszönet először is az elődöknek. 100 éve történt éppen, hogy Hermann Staudinger definiálta és bizonyította a makromolekulák létezését. Ezt persze akkoriban nagyon sokan vitatták. Nem így a tanszékünk alapítója, Csűrös Zoltán, aki hamarosan megkezdte Magyarországon is a makromolekulák oktatását, kutatását, és megjelentette az első polimeres tankönyveket. Az ő követői, Rusznák István és Bertalan György iránymutatása mellett kezdhettem meg a szakmai pályafutásomat. Először például diplomamunkába a poliamid kationos előállítások mechanizmus kutatásával foglalkoztam, és az érdekes volt átgondolni, hogy sok évtizedet áthidalva, pont ebbe az évben volt egy találmányi bejelentésünk, ezúttal anionos poliamid kompozitok előállítására, amit az autóbuszgyártás tud hasznosítani. A következő köszönet viszont rögtön már a nagyon sok jelenlevő végzett és jelenlegi PhD hallgatóinak tartozok ezzel a köszönettel, és persze a BSC és MSC hallgatóknak is, csak az ő nevüket nehéz lenne itt felsorolni. Itt viszont látszanak az első generációs, második generációs és harmadik generációs doktoránsaink, és arra büszke vagyok, hogy mindannyian a szakmában helyezkednek el. Így most a velük közös munkát szeretném egy kicsit bővebben kifejteni, mint egy köszönetképpen az irányukba is. A következő híd a polimer kristályok és a gyógyszer kristályok között húzódott. Polimer kristályokkal már hallgatóként elkezdtem foglalkozni, ugyan eszköz nem volt hozzá, a raktárban találtam egy ilyen Zeiss polarizációs mikroszkópot, és ennek köszönhettem akkori tanáromnak, Varga professzornak a dicséretét, aki szerint elsőként demonstráltam a transzkristályos határréteg kifejlődését, evolúcióját úgy is mondhatnánk, talkum részecskék között, itt látszik, egyre vastagabbra és vastagabbra nő ez a transzkristályos határréteg. Megint sok évtizedet átugorva, a gyógyszerészet területén egyre nagyobb, kiemeltebb jelentősége lett a kristályosításnak, így aztán Pataki Hajnak a PhD munkájában ismét kristályokat állítottunk elő, csak ezúttal már jóval felszereltebb, kontrolláltabb reaktorban. Szép Andrea spektroszkópiai tárgyú PhD munkájára támaszkodva elsőként publikáltunk Raman spektrum alapú folyamatirányítást a kristályok kontrollált polimorfiájának, illetve habitusának előállítására. Több változott skeometriai elemzést is alkalmaztunk már ekkor, és Pataki Hajnalka elnyerte a legkiválóbb kutatónőket elismerő L'Oréal díjat. Talán ezeknek az eredményeknek is köszönhető, hogy megtisztelő felkérést kaptunk a Nemzetközi Ipari Kristályosítási Konferencia megrendezésére, amely rendező bizottságban Pataki Hajnalka és Szilágyi Botond az elnöki tisztet töltik be. Technológiai szempontból leginnovatívabb területe ennek a témának a folyamatos, vagy más néven flow kristályosítás, amelyre egy szakértői csapat alakult nálunk Tacsi Kornélia, Bosics Miklós és Tofán György személyében. És azt figyeltük meg, hogy az ilyen nagyon rossz feldolgozhatóságú tűs kristályokat is csupán egyetlen százalék polimer bevitelével
olyan agregátumokká lehet alakítani, amely aztán nagyon egyszerű gazdaságos technológiával, direkt tablettázással dolgozható fel. Az első kutatási feladataim egyike egy olyan tanszéki szabadalomnak az ipari realizálása volt, amely hierarchikus fázis határréteget tartalmazott. Ez itt most jól látható ezen az elektromikroszkópos felvételen, de egy rés formájában, hiszen szelektíven eltávolítottuk a fázis határréteget. Nem ez volt a fő újdonság, hanem az, hogy a kolloidika Oswald Buzák-féle kontinuitási elvét először tudtuk adaptálni szilárd disperziókra egy a funkciók társításával. Egy olyan multifunkcionális határréteget alakítottunk ki, ahol a dispergáló és kémiai közvetítő funkciót reaktív, illetve nem reaktív tenzidek töltötték be, de semmiképpen nem magnézium stearát, mert az éppen ellenkező hatású. A másik réteg pedig egy mechanikai közvetítő réteg, poliolefin elasztomer alkalmazásával, ebben Anna Péter, Lágner Richard és Balogh István kollégám vettek részt, és megint csak hatalmas ugrással ebbe az évbe ugrunk, amikor arra kaptunk megbízást, hogy titándioxidmentes gyógyszerbevonatokat próbáljunk kifejleszteni, a titándioxidot várhatóan betiltják, és lám, itt is nagyon hasonló elvet lehetett alkalmazni, a polimer cseppet itt katinos tenzid veszi körül, amely jól kombinálható a montmorillonit agyagásványokkal, egy nanodisperzió lőn létre, amelyből tabletták bevonása, bevonat alakítható ki, amely gázzáró bevonat a nanolemezek következtében, és Raman térképezéssel jól vizsgálható ez a bevonat. Hogyha ezek közé a lemezek közé UV-adszorber molekulákat interkalálunk, akkor a bevonatok fényvédelme is jól megoldható. Itt ezen az elektromikroszkópos felvételen ilyen polimerbe ágyazott töltőanyagok körül látjuk a feszültség koncentrációt. Hogyha nem módosítjuk, akkor természetesen az eltérő felületi polaritás miatt elválás történik a fázishatárfelületen, gyenge hely jön létre, viszont az előző ábrán bemutatott közvetítő réteggel a mátrixban keletkező repedések blokkolódnak a fázis határrétegen, azt is mondhatjuk, hogy egyfajta ütköző fázis határréteg jött létre, és ezen az ábrán, ezen a nagyobb nagyításon talán még hátul is látható, hogy millió kis mikrorepedés formájába disszipálja a felületen kialakuló feszültséget a rendszer. Ez az ütköző fázis határréteg eredményezte azt, hogy az ilyen rendszereknek az a hideg ütésállósága sokszorosára növekedett, és érdekes volt, hogy ez egyébként inaktív, szervetlen töltőanyag is aktívvá vált a fázis határréteggel együtt, és részt vett ebbe az ütésállóság növelő mechanizmusba. Ilyen rendszereket állítottunk elő ipari méretben a Tiszaújvárosban, akkor még Leninvárosban, ilyen barátságos munkásszálláson töltöttük az időket, és hát rengeteget dolgoztunk ilyen ipari méretű extrudereken. Ennek volt köszönhető az első hazai több tízezer tonna léptékben előállított poliolefin kompozit, a Modilén termékcsalád. Alig, hogy megkapta az akkori nagy elismerések számító budapesti nemzetközi vásár nagy díját ez a termék, rögtön el is cserélte a TVK a szabadalmi jogot, a BMW-vel közös szabadalmi jogot, az akkor nagyhatalomnak számított Montedison új katalizátorára, így az eljárásunkat később gépjárművek lökhárítójaként láttuk hasznosulni. Na de hiába a megnövelt fajlagos szilárdság, hogyha az altó alkatrész ég, mint a fákja. Mit tett a evolúció a tűz ellen? Fázis határréteget, védő fázis határréteget fejlesztett, hát a legnagyobb szervünket, a bőrünket, amely tűz hatására hát vízhólyag formájában reagál. Hát beláthatjuk, hogy ez azért még nem tökéletes, ez a területen az evolúció ugyan megkezdte az útját, de ez még nem teljesen befejeződött. Így a természetből lett példák és a gyógyszerhabok példáján felhabosodó égésgátló bevonatot alakítottunk ki polimer
felületén, és hát ennek több fajtáját is megvalósítottuk, ebben az esetben például az eleve égésgátló hatású boroxoszilokszán polimerbe vízleadó magnéziumhidroxidot és szepiolit agyagásványt vittünk be, és látható, hogy a tűz hatását modellező besugárzás következtében meginduló tűz hőleadása az módosítatlan esetben ilyen nagy, aztán ahogy a bevonat komponensei számát növeljük, egyre csökken, és végül teljesen ellaposodik azért, mert ez a felhabosodó bevonat és egy keramizált réteg a felületén megakadályozza a hő- és gáztranszportot a tűz felől az anyag belseje felé. Nem csak makroszkópikus méretben kell ilyen bevonatot kialakítani, hanem magát az égésgátló adalék részecskét is mikrokapszulázni kell. Ilyen munkákon dolgozott Zimonyi Emese, Márton Andrea, Tien és Szolnoki Bea kolléganőm, utóbbiak szorbit alapú bioepoxi mikrokapszulát alakítottak ki, polifoszfát égésgátló szemcse körül, látszik a szemcse alakjának megváltozása, és egyszerre sikerült a stabilitást és a hatékonyságot javítani. Nagyon érdekes volt észrevenni azt, hogy ugyanez a polifoszfát, csak éppen endogén formában termelt polifoszfát lényeges szerepet játszik a véralvadásunk mechanizmusába. Így aztán polifoszfátot megint csak mikrokapszulázva, felületaktív molekulákkal körülvéve és polimerréteggel körülvéve egy olyan gyógyszer fejleszthető ki, amely új generációs antitrombotikumnak tekinthető. Másik oldalról pedig egy olyan orspré, amely polifoszfátot tartalmaz, kiválóan csapdázza a vírusokat, így COVID elleni küzdelemben lehet erre számítani. Polifoszfát alapú égésgátlási módszerre vonatkozó szabadalmat dolgoztunk ki a Clariant német adalékgyártó céggel. Ez egy termoadaptív határréteg, amelyikben a hő hatására indukálva nanorészecskék vándorolnak, migrálnak a felületre, és így alakul ki egy védőréteg. Sokat jártunk a Köln melletti napszakba, ahol ilyen gigantikus méretű golyós malomban állítják elő az égésgátlókat. Ebből az égésgátló szabadalomban aztán eljárás szabadalmak, alkalmazási szabadalmak születtek, és egy Tipofren nevű termékcsalád. És azt kell észrevennem, hogy ezekre az iparral közös munkákra érkezett a legtöbb hivatkozás, ezeknek a legjobb az idézettsége. És most éppen ebben az évben egy közös projekt a MOL-lal, a MOL most épülő poliógyárával, egy új égésgátló prototípusra vonatkozik, amely várhatóan 2023-ban fog megjelenni, de erről még részleteket nem árulhatok el. Az égésgátló polimer szilárd disperziók feldolgozásával Marosfői Botond PhD munkája keretében extrúziós, majd hőforválásra feldolgozva gépjármű alkatrészeket állítottunk elő, Vajna Balázs pedig a hőbomlást vizsgálta, mélységi degradációs profilt konfokálisan a mikroszkóp vizsgálta. És ez jelentett egy hidat megint csak a gyógyszeripar felé, ahol Szabó Bence gépész kollégánk tervezett egy olyan ikercsigás extrudert, amely megfelel a gyógyszeripar GMP előírásainak, és egyaránt alkalmas olvadék és nedves granulálás folyamatos technológiával való megvalósítására. És az így sokszorosára megnövelt kioldódású amorszilárd diszperzió kristályossági nyomait, illetve az ezekben különösen fontos üvegesedési hőmérsékletét megint csak Raman spektrum alapján tudta becsülni Víg Tamás kollégánk az ő PhD dolgozatával, Démuth Balázzsal együttműködve, és így nyílt meg lehetőség inline minőségszabályozásra az ilyen rendszereknél. Iparban előállított járműipari komponenseket a EMI tűzvédelmi laboratóriuma vizsgálta teljes léptékű tesztelés formájában. Hát látszik, hogy itt a referencia, ez látszik itt alul, és a mi
általunk égésgátolt ülés között. Kezdetben nem volt nagy különbség, de itt látszik, hogy azért a referencia sokkal jobban ég, egyre kiterjedtebb tüzet látunk, ami aztán egészen kiterjed az egész ülésre, csöpögve terjed a környezetbe is a láng, ezt a tüzet nem lehet megállítani, még a másik addig pörzsölődött meg, ez a különbség a kettő között. Goldberger Leo textilgyáros, aki kezdeményezte a tanszékünk megalapítását, azt hiszem elégedett lenne, ha látná, hogy szénszálakat orientált szén nanocsövekkel társítva tettünk vezetőképességé, mégpedig oly módon, hogy poliakril nitrilbe vittük be a szén nanocsövet, majd ezt spektroszkópiai kontrollált módon karbonizáltuk, orientáltuk, és végül folyamatos kemencébe multifunkcionális erősítő anyagot állítottunk elő, amellyel radarabszorbens, vezetőképes epoxi kompozit bevonat jött létre, és mindez a Toldi Andrea, szintén L'Oréal díjas kolléganőm által vezetett EU projektben, amelynek eredményeként az Airbus az ő lopakodó repülőgépeire villámvédő bevonatot tudott kialakítani. És mi van a híd másik oldalán? A nanoszálas gyógyszerek ipari léptékű megvalósítása egy tanszéki szabadalom alapján Nagy Zsombor nevéhez fűződik, aki mellesleg Tóldi Andrea férje, és az így ennek előállítására alkalmas berendezést a Richter gyógyszergyár installálta. A Janssen gyógyszergyárnak viszont van egy olyan gombaölőszere, az itrakonazol, amelyik rosszabb az oldhatósága a márványnál, és az volt a feladatunk, hogy ezt javítsuk meg, és láthatjuk, hogy itt lent a nagyon-nagyon szinte elhanyagolható oldhatóság, szinte pillanatszerű oldhatóságá volt alakítható, ilyen nanoszálas gyógyszerforma alapján, akkor, hogyha amorf szerkezetet biztosítottunk, és ezt bizonyította Szabó Edina és Farkas Balázs a PhD munkájában, hogy valóban az amorf szerkezetnek is ennek a extrém módon megnövelt fajlagos felületnek a hatásaként javult meg ez a gyógyszerhatás. Folyamatos politejsav biohabgyártás, szuperkritikus széndioksziddal valósítottunk meg, és ez a gyártás attól vált intelligenssé, hogy a Raman szenzor által biztosított jelekkel szabályoztuk a széndioxid pontos beadagolását, amivel viszont a habszerkezetet lehetett kontrollálni. És nem csak a technológia vált, mondjuk nagy szóval intelligensé, hanem a Bockata és Vadas Dániel munkája eredményeként maga az anyag információ tartalma is növekedett, amikor piezoelektromos tulajdonságú PLA habakat sikerült elsőként előállítani, szabadalmaztatták, és ezek a habok a orvostechnikai eszközökként vagy okos autóalkatrészeként használhatók. A másik oldalon pedig a emésztő folyadék tetején úszó haboknak a habszerkezetének szabályozásával lehet a hatóanyag leadást pontosan szabályozni. Talán így. Balog Attila és Domokos András volt az a két doktoránsunk, aki elsőként publikálta az end-to-end folyamatos gyógyszertechnológiát. Egyrészt acetilszalicinsav, másrészt flibanszerin hatóanyagok esetében. Ez azt jelentette, hogy a hatóanyaggyártástól a tablettáig egyetlen folyamatos anyag áramban valósul meg a gyártás, mégpedig minőségalapú szabályozás, itt alatta fel vannak sorolva ennek az elemei ezek alkalmazásával. A nagy előnye az, hogy rugalmas termékváltásra van lehetőség, a gyártási idővel nagyon jól szabályozható a tétel nagyság, ebben a folyamatos technológiában, ami a jelenleg elterjedt szakaszos technológiáknál éppen ezért jóval hatékonyabb, gazdaságosabb.
folyamatos készítménygyártás a már említett Janssen gyógyszergyárban, amelyik a leginnovatívabbnak tartott gyógyszergyár, ipari léptékben már megvalósult, és az ő megbízásukra kezdtünk foglalkozni azzal, hogy a fejlődő világot sújtó elefantiázis betegség kezelésére szolgáló flubendazol hatóanyagnak egy új formáját állítsuk elő. Ez a hatóanyag egyébként egyáltalán nem szívódik fel, és így nem is tudja hatását kifejteni, hogy elpusztítsa ezeket a csúnya férgeket a szervezeten belül. Viszont ilyen nanoszálas gyógyszerforma előállításával, ahol szintén az amorf szerkezetet megőriztük, a kioldódás látszik, hogy megint csak sokszorosára növekedett, és nem csak ez, hanem a hatóanyag kicsapódása is megakadályozható volt hidroxipropilmetilcellulóz acetilszukcinát polimer alkalmazásával. Az első publikált környezetkímélő égésgátolt biokompozitokat termoplasztikus keményítő reaktív extrúziójával állítottunk elő, ez még 2005-ben történt, majd szintetizáltunk olyan foszfortartalmú kezelőszert, amellyel a erősítő bioszálaknak az egyébként van, amikor jó, de ebben az esetben nem jó, kanóc effektusát lehet megszüntetni, tehát a lángot, ez a így módon multifunkcionálisá váló erősítő anyag nem terjeszti, és a másik pedig a szupramolekuláris szerkezetű ciklodextin nanoszálakat szintén égésgátolt formában sikerült előállítani, Decsov Kata PhD munkájában is így a legjobb égésgátoló biokompozit szerkezetet előállítani. A másik oldalon pedig biogyógyszerek stabilizálása, például monoklonális antitestek folyamatos előállításával, majd tisztításával, és ezt követően elektrostatikus porlasztással, vagy elektrostatikus szálképzéssel különböző gyógyszerformák állíthatók elő, és mindez Hirs Edit, Vas Panna és Domján Júlia munkájának köszönhető. A két oldal között a hidat ebben az esetben a termooxidatív biológiai stabilitású biostruktúrák szabályozott flow vagy folyamatos technológiája jelenti, mint például a lépték növelt flow peptid szintézis, ami most is témája kis Krisztina PhD hallgatónak. Égésgátolt biokompozitok az iparban sok partnerünknél készültek, itt például a Meslin ZRT által előállított panelek láthatók, de a legkörnyezetkímélőbbnek én az újrafeldolgozható, önerősített, égésgátolt politeisav kompozitokat tartom, ahol mind a polimer mátrix, mint pedig az erősítő szálak ugyanabból a megújuló nyersanyag forrásból származnak, és az erősítő hatást pedig Raman alapú folyamat kontrollal lehet szabályozni. De nem mindenütt lehet használni ilyen újra hasznosítható hőre lágyuló polimereket. Van olyan terület, például a repülőgépipar, ahol hőre keményedő, tehát nem újra hasznosítható polimerekre van szükség. Ilyenek előállítása, például mezőgazdasági hulladékból származó glükózból, glükóz kémiai módosítása, Rapi Zsolt munkája eredményeként, oxirán gyűrűkön keresztül foszfortartalmú multifunkcionális térhálósító és égésgátló komponenssel reagáltatva alakul ki a hőálló epoxi biokompozit. Ugyanezen az elv alapján additív és reaktív égésgátlók is előállíthatók, mint itt például az foszforizett glükopiranozid származék, amelyben a kettős kötések azt is lehetővé teszik, hogy ez a reaktív égésgátló poliolefinek reaktív égésgátlására is alkalmazható legyen. A következő ábrát a hitelesség kedvéért angol nyelven hagytam, mert ez a Dassault repülőgépgyárnak egy riportjának egy részlete arról, hogy az előbb bemutatott epoxi kompozit
minden repülőgép ipari előírásnak, szigorú előírásoknak megfelel, a mechanikai, égésgátlási és szerelési követelményeknek, sőt a lépték helyes, úgynevezett SBI tesztet is kiállta. A legnagyobb időtávot ennek a hídnak itt most a szekvenciális szabályozás és a minőség alapú úgynevezett Process Analytical Technology szabályozás között kell átívelnie. Ahhoz, hogy erről beszéljek, vissza kell mennem megint a kezdetekhez, amikor az első oktatási feladatom az hát a nem túl korszerű fakádas diazotálási gyakorlat tartása volt, és ehelyett Csontos István PhD munkájában az akkor korszerűnek számított videóton számítógéppel szekvenciális szabályozást valósítottunk meg, amely az azó kapcsolásra is kiterjedt. Csontos István sok éves tapasztalataira építve tudtunk a gyógyszeripari technológia intelligensebb változatait kidolgozni, process analytical szenzorok, gépilátás, inline statisztikai modellezés és modellbázisú szabályozás kombinálásával valós idejű felszabadítás, termékfelszabadítás válik lehetővé, azaz a gyógyszer, az előállított gyógyszer nagyon gyorsan jut el a piacra, és egyben a gyógyszeripar digitalizációját is elősegíti. Vajna Balázs, Gyürkés Martin, Madarász Lajos és Galata Dorian dolgoztak ezen a területen, és az így gyűlt hat nagy adathalmazok elemzésével az optimalizálás is lehetővé vált. A közös nevező ezek között, a technológiák között a biztonság. Ez képez hidat a kémiai környezet, tűz, gyógyszer, élelmiszer és egyéb biztonságok között. Ezek közül most kettőt kiemelve a tűz és gyógyszer biztonságnál, ugyanazt az elvet, mesterséges neurális háló modellt lehetett alkalmazni, itt megint Toldi Andrea szerepel, a égésgátlás az éghetőség előrejelzésére, és a másik oldalon, szintén mesterséges neurális hálómodell, a tabletta jellemzők előrejelzésére, például Raman-spektrumok szoftszenzor alkalmazásával a hatóanyag leadási kinetika jósolható, és ezzel megspórolható a legidőigényesebb kioldódás vizsgálat a piacra vitel előtt. Tehát többfajta célt egységes koncepció a mesterséges intelligencia alapján lehet megoldani. Ennek szakértői, legfőbb szakértői csoportunkban Nagy Brigitta és Farkas Attila, Isten éltesse a Brigittákat, ma van a névnapjuk. A két új laboratóriumot terveztünk egymás mellé, az körforgásos gazdaság elősegítésére az úgynevezett EnviroPET laboratóriumot. Ebben megvalósított, vagy ezzel kapcsolatban hozható egyik első projektünk, egy EU projekt, a polimer hulladékok szétválasztásával, újrahasznosításával foglalkozott, és Bodzai Brigitta, szónöki Bea Igris Tamás munkája eredményeként ez sikeresen le is zárult. De közben azt itt is tapasztaltuk, hogy a modell alapú szabályozás, a folyamatszenzorok elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy a hulladékból óhatatlanul származó változó input a feldolgozás végén, a feldolgozás berendezés végén egy állandó outputot tudjon biztosítani. Ennek a területnek a jelentőségét mutatja az is, hogy Bockata legfrissebb találmányi bejelentésére nagyon nagy érdeklődés van. Ez élelmiszeripari poliészter hulladékból értéknövelő újrahasznosítása egy nagyon ütésálló műszaki műanyagot állít elő, megint csak ütköző fázis határréteg kialakításával, hogyha emlékszünk erre a kulcsszóra még az előadás elejéről. A másik oldalon pedig a teljes folyamatos gyógyszergyártó sort próbáljuk bemutatni egy laboratóriumban, egyrészt a hallgatóknak, másrészt az ipar képviselőinek, mint egy modell gyógyszergyárt jelezve, hogy egy ilyen kis területen is megvalósítható ez a folyamatos gyógyszergyártás. Egyrészt kismolekulás, másrészt pedig
makromolekulás biogyógyszerek esetében is. A gyógyszeripar digitalizációját szolgáló Pharma 4.0 elv a minőség alapú tervezés, a Quality by Design, Process Analytical Technology, CPAT és a 5G hálózat együttesen támogatja ebbe a laboratóriumba. És a híd a két laboratórium között ezúttal is a polimerek, fázishatárrétegek modell alapú szabályozása jelenti. És nagy-nagy köszönet illeti természetesen a családomat, akik egy-egy ilyen szűkörű családi ebéd alkalmával tükröt tartanak elém, mint ahogy tette ezt vejem is, mindannyiunk kedvence, Belicai Balázs. Sogorom meg gyógyszerész, másik sogorom állatorvos. Keménypöly családi ebédnél vitatkoznak. Olvastátok, hogy a monokém hatású fenilalkilaminok nem interferálnak? Sorsa interferáltak prepozíciós fázisban. Miről beszéltek? A defunkciós kvadrát rezonál a nukleotidokra. Én meg csak így elnézést elkérhetem a nátriumkloridot. Köszönet természetesen az ipari partnereknek, ők jelentik a bizonyítékát annak, hogy az MTA nem egy elefántcsonttorony, hanem háttérként szolgál az ő kutatásaikhoz, ők pedig iránymutatást jelentenek nekünk a továbbiakhoz. Remélem mindenki megtalálta magát, úgyhogy tovább léphetünk. Remélem sikerült bemutatni, hogy a FIRE és a pharma területek közötti interdisziplináris tapasztalatcsere hogyan segíti elő az átfogó technológiai szemlélet kialakítását. Ahelyett, hogy ezeket most megismételném, inkább felteszem magamnak a kérdést. Mondd, mit van, amit nem kaptál? És remélem az előadásból kiderült, hogy mindent a munkatársaimnak köszönhetek, és a szerencsés véletlennek. Szerencsés véletleneknek. És az az érdekes, hogy ezek a véletlenek valahogy mindig egy irányba mutattak. És felmerül a kérdés, hogy vajon a véletlenekre jellemző entrópia növekedéssel szemben az evolúcióra is érvényes ez, hogy egy konkrét irányba mutatna? Hát ezt nagyon sokan vitatják. De az azonban nem vitatható, hogy az anyag információ tartalma az evolúció előrehaladásával növekszik, mégpedig exponenciálisan. A Science egyik friss számában is olvashatjuk, hogy az evolúció gyorsul. Nézzük ezt, hogy is van. Hát a kis molekuláknál nyilvánvalóan sokkal nagyobb információ tartalma van a makromolekuláknak, különösen a DNS-nek, a fehérjéknek. De összehasonlíthatatlanul nagyobb az információ tartalma a biokompozit sejteknek. Nem is beszélve a biokompozit emberről, amely a digitalizáció útján jelenleg a mesterséges információ a digitális hálózatok szintjéig jutott. És ez a trend, mint egy vektor, tulajdonképpen az információ szélső értéke az abszolút információ felé mutat. Persze ez a változás nem töretlen, vannak válságok, a válságok után azonban mindig evolúciós ugrás következik. Ezért vagyok én optimista, mert én úgy gondolom, az én felfogásom szerint a világunkban most látható válság is egy evolúciós ugrás előjele a egyfajta bioszféra homeosztázis irányába. Hát ezt az optimizmusomat nem kis mértékben a munka öröme, flow érzése jelenti, és ezért szeretnék most köszönetet mondani azoknak, akiknek eddig még nem tettem meg, a közvetlen munkatársaknak, és hát a többieknek is nagy-nagy köszönet. A célom pedig ezek után nem lehet más, mint Csíkszentmihályi Mihály szavaival, to serve with effort, not wasting time. Köszönöm szépen a figyelmet. Olvasd között.
Nem tudok olvasni. Köszönjük szépen Marosi Györgynek ezt a, nem tudom pontosan mit, talán tüzes bemutatkozást. Megvalom, amikor néztem az életrajzot, egy pár napon utána néztem, és többek között annak is, hogy vajon milyen mozaik szól ez a fáj. Aztán rájöttem, hogy ez nem más, mint maga a tűz, ami állt az eladáson is, úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy igazán remek dolog volt, és hát nagyon sok további élvezetes tűzoltást kívánok. Másik taktársunk, aki ma egy kicsit, nem mondom, hogy bemutatja, mert már ismerjük, de tovább visz minket az elválasztás technika érdekességében, Fellinger Attila lesz, engedjék meg, hogy őt is röviden bemutassam. Fellinger Attila 85-ben szerzett vegyészmérnöki oklevelet a Veszprémi Vegyipari Egyetemen. Az egyetemi doktori fokozatot 1988-ban szerezte meg Incéri János akadémikus irányítása mellett a Veszprémi Egyetem analitikai kémia tanszékén. 1989-ben volt lehetősége először, hogy hosszabb ösztöndíjjal Olaszországba a Ferrarai Egyetemre Francesco Dondi professzornál dolgozzon. A kromatográfiai mikroszkópikus modelljének kidolgozása, illetve összetett minták kromatográfiai statisztikai elemzés területén értek el érdekes és fontos tudományos eredményeket. Kapcsolata a Ferrarai Egyetemmel azóta is folyamatos és töretlen. 90-től hosszabb időt töltött az Egyesült Államokban, a Tennessee Egyetem kémiai tanszékén, Knoxville-ben, George Guichon professzor csoportjában dolgozott. Itt összesen több mint 5 évet töltött el, és a nem lineáris és preparatív kromatográfia alapjainak megértése az abszorpciós és megoszlási folyamatok tanulmányi területén szintén értek el fontos eredményeket. 1994-ben megszerezte a kandidátusi, és 2000-ben pedig az MTA doktora fokozatot. Miután 20 évet töltött el az első munkahelyén, Veszprémi Vegyipari Egyetemen, 2005-ben váltott, és azóta a Pécsi Tudományos Egyetem természettudományi karának analitikai és környezetkémiai tanszékén dolgozik egyetemi tanárként, illetve 2015 óta tanszékvezetője ugyanennek a helynek. 2018 óta a Pécsi Tudományos Egyetem általános orvostudományi karán a bioanalitikai intézet igazgatója. 13-tól az MTA Pécsi Tudományos Egyetem molekuláris kölcsönhatások az elválasztás tudományban című kutatócsoport vezetője. 2020 januárjától 2,5 éven keresztül a Pécsi Tudományos Egyetem tudományos és innovációs rektor helyettese volt. A Magyar Tudományos Akadémiai Kémiai Doktori Bizottságának társelnöke és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 7. szakértői kollégiumának elnöke. Fontosabb elismerés, egy érdekesség, de annál fontosabb dologgal szeretném kezdeni. Az Analytical Scientist folyóirat 2013-ban és 2015-ben is mindkét alkalommal a világ 100 legbefolyásosabb analitikai kémikusának egyikeként sorolta föl taktársunkat. Ezen felül is 16-ban az MTA levező tagja kitüntetést írta ide magának, mint fontos elismerés. Akadémiai díjat 2009-ben Andrei Vaksmutsky Medal Award Lengyel Tudományos Akadémia 2012-ben, Bruckner Győződi 13-ban, József Huber Name Lecture Award Osztrák Analitikai Kémiai Társaság 14-ben, és Szentgyörgyi Albert díj 2016-ban, illetve Széchenyi díj 2018-ban. 2009 óta a Magyar Elválasztás Tudományi Társaság elnöke. Ebből következően hazai és nemzetközi konferenciákat szervez Magyarországon évente, ahol a szakma legismertjei jönnek el és adnak elő. Ami a magánéletét jelenti, egy fia és egy lánya, és már egy unokája is van,
hobbija a fényképezés, az audiofil zenei felvételek hallgatása. Egyeztettük, hogy ez a vájtfülűséget jelenti. Illetve konyhaművész is, a kenyérsütéstől a grillezésig. Kedves Attila, biztos, hogy benne valami érdekes dolgot fogsz kisütni, tiéd a lehetőség. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt kémiai osztály, tisztelt akadémikus hölgyek és urak, kedves kollégák, kedves vendégek, először is ajánlóimnak szeretném megköszönni, hogy 6 év levelező tagság után érdemesnek tartottak arra, hogy jelöljenek a rendes tagságra. Előadásom címe a kromatográfia sok színűsége, amit azt hiszem, hogy nem kell indokolni, hiszen ugye maga a kromatográfia kifejezés, kromatográfia szó, amikor először megjelent itt egy 1756-os angol szótárban, látjuk, hogy ez a színeknek a kezelése, illetve a színes festésnek a művészetét jelentette akkoriban, illetve 1841-ben is megjelent egy könyv, ahol a kromatográfiára még mindig a színeknek és a színezék anyagoknak a tudományára gondolnak. Ez valószínűleg egy fontos tudomány lehet ma is, ha nem is az én számomra, hiszen az Amazonon ezt a könyvet újabb és újabb kiadásban még mindig be lehet szerezni. Kollár László tagtársam egy hónappal ezelőtt a székfoglaló előadásában megemlékezett híres pécsi kémikus elődeinkről, Zechmeister Lászlóról és Csolnoki Lászlóról. Én sem teszek másként, különösen ezt a diát szeretném itt bemutatni, mert amikor a pécsi diákoknak másodéves korukban elkezdem a bevezető előadást a kromatográfiáról, akkor ez tulajdonképpen az egyik nyitó ábrám, hiszen azok után, hogy Mihály Cvett a 20. század elején Varsóban azokat a kutatásait elvégezte, amit a kromatográfia születésének tekintünk, elég sokáig nem nagyon foglalkozott senki ezzel az elválasztás technikai módszerrel, viszont Zechmeister Lászlónak a karotinokkal kapcsolatos kutatásához szüksége volt valamilyen abszorpciós elválasztási módszere, és az oszlop kromatográfiát kezdték el használni olyan nagy intenzitással és sikerrel, hogy 1937-ben már Bécsben egy német nyelvű könyvet írtak, ami akkora siker volt, hogy egy évvel később ennek a könyvnek már a bővített kiadása jelent meg. És én azt szoktam mondani, hogy Európa tulajdonképpen nem Cvett munkásságából, hanem Zechmeisteréknek ebből a német nyelvű könyvéből fedezte fel a kromatográfiát tulajdonképpen. Illetve a 40-es években ennek már megjelent az angol nyelvű fordítása is, tehát a tengeren túlon a kromatográfiát viszont Zechmeisterék könyvének angol fordítása alapján fedezték fel az emberek. Zechmeister László, látjuk ezen az ábrán, 1940. október 21-én tartotta a székfoglaló előadását, ekkor lett az MTA rendes tagja, azonban ő ekkor már nem Magyarországon élt, 1940. februárjában elhagyta Magyarországot, és ekkor már ő Kaliforniában dolgozott. A székfoglaló előadását Zemplén Géza olvasta fel. Egy mondatot szeretnék kiemelni a bevezetőből. Azt írta itt Zechmeister László, hogy iparkodtunk számos munkatársammal a Pécsi Egyetem Kémiai Intézetében a kromatografikus eljárás határait több irányban megállapítani. Eltelt azóta 82 év, én ugyanezt teszem ma is 82 év késéssel, amit Zechmeister László 1940-ben leírt. Iparkodunk számos munkatársammal a Pécsi Egyetemen a kromatográfikus eljárás határait több irányban megállapítani, és ezekről a kutatásokról, és hát természetesen elsősorban az elmúlt 6 év eredményeiről szeretnék itt most röviden beszámolni majd. De még Zechmeister és Csolnoki mellett a nagy magyar kromatográfus elődökről meg kell, hogy emlékezzünk. Látjuk, hogy volt itt egy generáció, akik úgy alapvetően a 1920-as években születtek, és a 1970-es, 80-as években ők a nemzetközi
kromatográfiás életben elég súlyosan megjelentek és komoly hatással voltak. Ugye Halász István Németországban, Etre László és Horváth Csaba az Egyesült Államokban, Kovács Ervin Svájcban, Szepesi László pedig először Veszprémben, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen művelte a kromatográfiát mindannyian olyan magas szinten, hogy kialakult ez a fogalom, a magyar maffia, vagy hát elegánsabban ötös fogatnak nevezték őket, de rajta ragadt ezen a generáción, illetve ő rajtuk ez a magyar maffia kinevezés, elnevezés, bocsánat. Az egyik tématerület, amelyel itt most az előadásomban foglalkozni szeretnék, az a folyadék kromatográfiás oszlopokban kialakuló heterogenitásnak a leírása, jellemzése. Itt az oszlopgyártók, a forgalmazók egyre hatékonyabb, egyre nagyobb elméleti tányérszámot mutató kromatográfiás oszlopokat igyekeznek kialakítani. És hát itt egy fontos kérdés az, hogy ha nem olyan jó egy oszlopnak a hatékonysága, nem tudunk annyi komponenst elválasztani, akkor mi okozza, hol jelennek meg olyan fajta heterogenitások, amelyek rontják az oszlopnak a teljesítő képességét. Alapvetően itt most csak egy sematikus összefoglalót látunk, hogyha ezt valahogy itt ilyen szóra tudom bírni. Igen. Tehát ugye itt látjuk az oszlopnak az egyik végét, mondjuk az elejét, a bemeneti részt. Közte van a töltetes oszlop, egy homogén töltetágy, ami most ezen az ábrán nem jelenik meg, és a végén itt van az oszlopnak a kimenete. Itt a kis golyócskákkal jelölt állófázis, szemcsés töltet, két végén van egy-egy úgynevezett frit, amit elnézést kérek, nem tudok ennél jobban magyarul mondani, ezt így ismeri mindenki. Tehát ez tulajdonképpen egy ilyen fém szűrő, egy ilyen zsugorított, ömlesztett fém szűrő, amelynek az a feladata, hogy az állófázis szemcséket bent tartsa az oszlopban. És akkor, ahogy az oszlopokat töltik, nyilván azt várjuk el, hogy az oszlop egyik vége, meg a másik vége az más hatékonyságot mutat, és még a homogén töltet ágy, valószínűleg ez mutatja a legjobb hatékonyságot az oszlopon belül. Mi a szerepe ennek a fajta heterogenitásnak a hatékonyság kialakulásában? Ahhoz, hogy ilyen hatékonyságokat vizsgálhassunk, különböző vegyületekre meghatározhatjuk különböző áramlási sebességeknél az elméleti tányérmagasságot. A tányérmagasságot az áramlási sebesség függvényében ábrázolva azt látjuk, hogy tulajdonképpen itt a minimum értékek azok nagyjából, mondjuk ezen az ábrán éppen mind 4 mikrométer körül vannak. Tehát mindegy, hogy a mai modern kromatográfiás töltetek közül teljesen pórusosat, vagy olyan töltetet, amelyben belül egy tömörmag van, és azt veszi körül egy pórusos réteg, vagy nem csak szemcsékből álló állófázisaink vannak, hanem pórusos monolitból is lehet állófázist előállítani. Alapvetően optimális környezetben ezek mind nagyon hasonló viselkedést mutatnak. Azonban, hogyha olyan mintákkal dolgozunk, amelyek alig kötődnek meg az oszlopon, nagyon kicsi a retenciójuk, akkor azt látjuk, hogy vannak olyan oszlopok, itt ezek a piros kockák azok, amelyek sokkal jobb hatékonyságot mutatnak, mint más oszlopok, és ezek tipikusan a monolit oszlopok, ugyanis amikor egy monolit oszlopot használunk, egy tömbből áll az egész állófázis, nem kell attól tartanunk, hogy ez kijön az oszlopból, tehát az oszlop két végén nincs szükségünk fritre, és ez már utal arra, hogy tulajdonképpen ez a frit nem egy barátságos része ennek az egész folyadék kromatográfiás oszlopnak, rendszernek. Ugyanis, hogyha egy ilyen valamilyen tartóba behelyezzük ezt a monolit oszlopot, akkor nagyon könnyen meg tudjuk oldani azt is, hogy ugyan semmi szükség nincs rá, de csak a tesztelés kedvéért beteszünk ennek a két végére is egy-egy fritet, és azt látjuk, hogy a monolit oszlopnak a jó hatékonysága az beáll abba a sorba, ahol a töltetes oszlopok vannak, tehát ugyanannyira romlik el a hatékonysága a monolit oszlopnak a fritek következtében, mint ahogy ez a töltetes oszlopoknál is így van. Tehát van egyfajta bizonyítékunk arra, hogy itt érdemes ezt a heterogenitást közelebbről is megnézni.
A csúcsoknak a szélesedését azt a varianciával jellemezzük, ami szigma négyzettel szerepel, és tudjuk azt, hogy magának a HPLC készüléknek van egy hozzájárulása a csúcsoknak a szélesedéséhez, az oszlopnak van egy hozzájárulása, de az oszlop hozzájárulását most két részre akarjuk bontani. Az egyik az maga a homogén töltetágy, illetve a másik pedig az oszlop végek, és még itt is a kimenet-bemenet között igyekszünk különbséget tenni. 1980-ban Horváth Csaba írt egy összefoglaló tanulmányt a fordított fázisú folyadék kromatográfiáról. Ugye természetesen a fordított fázis az csak annyit jelent, hogy a mozgó fázis polárisabb, az álló fázis pedig apolárisabb. És hát ugye ez a Transient Analytical Chemistry, ez egy eléggé impaktos folyóirat, és 1980-ban a jelek szerint ebben még ilyen karikatúrákat is el tudott helyezni a szerző, bár lehet, hogy ehhez a szerzőnek Horváth Csabának kellett lennie, hogy a szerkesztő ezt megengedje. És akkor itt látjuk Horváth Csabát, ahol azt mondja, hogy nagyon egyszerű a fordított fázisú kromatográfia, mert egyszerűen csak megfordítjuk az oszlopot. Ő könnyű helyzetben volt, mert akkor egy HPLC oszlop még tényleg ilyen fél méter volt, ma meg 5 centis oszlopokon dolgozunk. És hát azt mondhatom, hogy mi ezt az ötletet komolyan vettük, hogy megfordítjuk az oszlopot. Történetesen úgy végezzük el a kísérletet, ahogy az a zöld nyíl mutatja, hogy elindítjuk a mozgófázisnak az áramlását, és amikor a minta egy adott távolságra behatolt a HPLC oszlopba, akkor leállítjuk az áramlást, az oszlopot megfordítjuk, és tulajdonképpen ugyanazon a végén, ahol a minta beérkezett, visszaküldjük a mintát a detektorba, és tulajdonképpen annak függvényében, milyen mélységben történik ez a behatolás, azt a szakaszt szondázzuk lépésről lépésre, és így nézzük meg, hogy a variancia, a csúcsszélesedés az hogy alakul, tehát ez egy ilyen fordított áramlású kromatográfia lesz a végén, tehát miután egy adott távolságot megtett a minta az oszlopban, 2 percre leállítjuk az áramlást, megfordítjuk az oszlopot, és a minta ugyanott távozik, mint ahol beérkezett. Hát egyrészt látjuk azt ezen az ábrán, hogy az oszlop fordításnak, tehát az oda-vissza áramoltatásnak van egy csúcs keskenyítő hatása. Itt a zöld csúcs mutatná azt a enyhén aszimmetrikus kromatogramot, ami akkor keletkezik, hogyha nem fordítjuk meg az áramlást, hanem hagyjuk a mintát végighaladni az oszlopon és a kimenetnél detektáljuk. Amikor visszaküldjük az oszlop közepéről a bemenethez, akkor lesz egy csúcs keskenyedés és egy jobb szimmetria, mint amit a zöld csúcsnál látunk. Tehát ez egy kicsit hasonlít a Taylor követ áramláshoz, amikor a keveredést egy kicsit vissza tudjuk hozni, hiszen hogyha lassú a diffúzió, több-több csatorna van a szemcsék között az állófázisban, ha valamelyik csatornában kisebb volt a közegellenállás, gyorsabban haladt a molekula, gyorsabban fog visszamenni is, tehát a szélesedést azt valamennyire tudjuk tompítani, tudjuk kompenzálni ebben a fordításban. És akkor már csak annyi dolgunk van, hogy ezeket a csúcsszélesedéseket, varianciákat figyeljük, hogyan változnak ezek a megtett úthoz következtében, és meg tudjuk határozni azokat a variancia részeket, amelyek az oszlopnak, amelyek az oszlopvégnek, amelyek a készüléknek magának a következtében alakulnak ki. Itt egy pontra szeretném felhívni a figyelmet, hogy amit itt látunk középen a két egyenes fölött, azok nem kiugró értékek, hanem ezeket a csúcs szélességeket, vagy hát varianciákat mérjük akkor, amikor nem fordítjuk meg az oszlopot, hanem 2 perc szünet után újraindítjuk az áramlást, és végigmegy a minta az oszlopon. Tehát meg tudjuk határozni így ezzel az ötlettel a különböző oszloprészeknek, készüléknek a hozzájárulását a teljes csúcs szélesedéshez, és akkor itt egy ábrán szeretném összefoglalni ezeket az eredményeket, ahol van egy olyan HPLC, vagy hát most már UPLC-nek mondhatnánk, ultrahatékonyságú folyadék kromatográfunk, ami tényleg nagyon kis szélesedést okoz a csúcsban maga a készülék. A teljes csúcsszélesedés, ugye rendkívül kis értékekről, varianciákról van itt szó, ez 3 mikroliter négyzet
körül van, és látjuk, hogy ez a 3 négyzet mikroliter, ez tulajdonképpen egyenlő arányban, egyharmad részben bontható fel. A csúcsszélesedésnek az egyharmadát maga a készülék okozza, de ez a legjobb készülék, ami ma kapható, tehát ennél kisebb variancia növekedést más készülékkel sem tudunk elérni. Egyharmadnyi csúcsszélesedést okoz maga a homogén töltetágy a HPLC oszlopban, és egyharmadnyi csúcsszélesedést okoz a kimenet meg a bemenet, ami azt jelenti, hogyha mondjuk tipikusan valaki mér folyadék kromatográfiában egy 10.000-es elméleti tányérszám értéket, akkor magában a töltetágyban ennek a háromszorosa, 30.000-es elméleti tányér alakul ki, ennek az egyharmadát elviszi a készülék, egyharmadát elviszi az oszlopvég, tehát ezért nem olyan hatékonyak ezek az elválasztások. Itt az előadás elején beszéltem ezekről a frittekről, hát itt látunk egy elektromikroszkópos felvételt, egy jó ideig használt, majd szétszedett HPLC oszlopnak a bemeneti és a kimeneti részét látjuk. Azt látjuk, hogy egyrészt egy acél frit, hatalmas nagy öblök vannak, tehát ezeknek a szerepe az, hogy bent tartsák ezeket a kis részecskéket, hogy egy ilyen kis golyócskának az átlagos átmérője az 5 mikrométer, ehhez lehet arányosítani itten a skálát. Ezen a felvételen ezek az öblök hatalmas nagy kavarodást, falhatást okozhatnak, tehát furcsa módon a gyártócégek rengeteg energiát ölnek abba, hogy a töltetnek a szemcseméret homogenitását, a pórus méretét, stb. Optimalizálják, és rendkívül kevés figyelem irányul magára a filtre, és hát látjuk, hogy ennek az a következménye, hogy ezekben a részekben a csúcsoknak a szélesedése az elég nagy lesz. Ugyanezzel az ötlettel vizsgáltuk azt, hogy magának az oszlop hosszának, hogy most 5, 10 vagy 15 cm-es oszlopba töltjük ugyanazt a töltetet, ugyanolyan kémiájú, ugyanolyan szemcseméretű töltetet. Ennek mi lesz majd a következménye, hogyan befolyásolja ez a HPLC oszlopoknak a hatékonyságát. És ugyanígy oszlopforgatással megállapítottuk a különböző variancia növekedéseket, hasonló ábrán, mint amit az előbb láttunk a Kinetex és egyéb oszlopokon. Tehát ezeket a kísérleteket végigvive, azt látjuk, hogy van egy határozott, monoton összefüggés az oszlop hossza és a lokális tányér magasság között, vagyis minél rövidebb egy oszlop, annál nagyobb hatékonysággal lehet azt tölteni. És hogyha egy hosszabb oszlopot töltünk, akkor nyilván magában a töltésben is egy nagyobb nyomásgradiens fog kialakulni, nem lesz már olyan hatékony a HPLC oszlop. És persze az egészhez hozzáadódik az, hogy az oszlop végeknek a hatása egy rövid oszlopnál az hangsúlyosabb, mint egy hosszú oszlopnál arányaiban. Tehát hiába tudunk egy 5 centis oszlopot hatékonyabban tölteni, mint egy 15 centis oszlopot, mégis látszólagosan azt kapjuk majd, hogy a 15 centis oszlopnak jobb a hatékonysága, mert ott az oszlop végeknek a relatív súlya az jóval kisebb lesz, és akkor ugyanezt láttuk tömörmagvú, illetve teljesen pórusos tölteteken is. Egy automatizált rendszerrel ezt a fajta csúcs kompressziót, illetve a csúcs szélesedésnek a vizsgálatát egyszerűbben el lehet végezni. Itt azt látjuk, hogy itt, ahol ez a két zöld keret van, van egy nagyon kis térfogatú, egy 50 nanoliteres detektor, meg az oszlopnak a másik végén is van egy ilyen detektor. Ugye itt van maga a HPLC oszlop, ahol egy szeleppel oda-vissza táncoltatjuk az áramlást, és tulajdonképpen itt a felső ábrán látjuk azt, hogy tehát mint a pingpong megy, elindul a minta az egyik irányba, mielőtt kilőn az oszlopból visszaküldjük, aztán megint vissza, és figyeljük azt, hogy ennek az oda-vissza áramlásnak a hatására hogyan alakul az elméleti tányér magasság, hogyan alakul a rendszernek a hatékonysága. Itt egy modellel vannak összehasonlítva a megfigyelések, a mérési eredmények, és azt látjuk, hogy ugye az első áthaladásnál kapunk mondjuk egy 8 mikrométer tányérmagasságot, ez
majdnem a felére lecsökken, ahogy visszaküldjük a mintát, és a bemenetnél detektáljuk, és aztán látjuk, hogy megy ez még 8-10-szer. Mindig kevesebbet nyerünk, de az oda-vissza küldözgetéssel mindig javítjuk a csúcsalakot, és egy mindig keskenyebb csúcsot kapunk. Ezzel persze elválasztást nem fog senki sem létrehozni, de a töltetnek a minőségét, az oszlop töltésnek a hatását a hatékonyságra, ezt nagyon jól lehet vizsgálni, és itt két összehasonlítást látunk, hogy egyszer állandó nyomáson, egyszer pedig állandó térfogat áramon töltött oszlopoknak a tulajdonságait hasonlítjuk össze. Egy másik terület, amellyel az elmúlt években foglalkoztunk, ez a retenciónak a termodinamikai jellemzése, ahol, hát, ahogy a kromatográfusok nagy előszeretettel használják, az úgynevezett Van't Hoff egyenletet használjuk, ami az egyensúlyi állandó és a termodinamikai mennyiségek között teremt összefüggést. A királis elválasztásoknál használják nagyon nagy előszeretettel ezt a Van't Hoff elemzést, a retenció entropikus jellemzésére. Itt látunk egy olyan méréssorozatot, ahol meflokin két enantiomerjének az elválasztása történik több különböző hőmérsékleten, és egy teljesen meglepő kromatogram sorozatot kapunk, mert azt látjuk, hogy a kevésbé megkötődő enantiomer csúcsa az se a helyében, se a szélességében nem függ a hőmérséklettől, tehát a retenciós idő, a csúcsszélesség az hőmérséklettől független, ez egy nagyon meglepő és ritka jelenség kromatográfiában. A erősebben megkötődő enantiomernél meg azt látjuk, amit megszoktunk, hogy hőmérséklet növelésével csökken a megkötődésnek az erőssége, csökken a retenció, és az a csúnya aszimmetrikus csúcsalak is egyre szebb, szimmetrikusabb és egyre keskenyebb lesz. Tehát ez a fajta csúcsalak, amit ott az erősebben megkötődő komponensre látunk, ez tipikusan heterogén kölcsönhatások előfordulása esetén alakul ki. Milyenek is ezek a heterogén kölcsönhatások? Hát itt látjuk Henri Rousseau-nak az Álom című festményét, ahol, hogyha valaki ránéz erre a képre, akkor valószínűleg először ezt a fiatalasszonyt veszi észre, és ott elidőzik a szeme egy ideig, de aztán egyszer csak észrevesszük, hogy ott valami fenevadak vannak a háttérben, és nem is értjük az egészet, hogy ez most miért van így, meg milyen veszélyt jelentenek erre, és akkor beljebb még madarakat, meg elefántot, meg sok minden mást is láthatunk. Tehát ugye a molekulák is valahogy így vannak egy ilyen heterogén állófázison, hogy valamilyen kötőhelyhez kötődnek egy ideig, egy másik kötőhelyhez vagy hosszabb ideig, és akkor a végén azért csak-csak lemossuk őket valahogy a HPLC oszlopról. És hogyha ezeket a retenciós időket most retenciós tényezővé alakítjuk, akkor megkapjuk a Van't Hoff egyenletnek azt a verzióját, amit kromatográfiában használnak. Itt most nem egyensúlyi állandót, hanem az a kis K betű, az a retenciós tényezőt jelenti, tehát ennek logaritmusát ábrázoljuk a hőmérséklet reciproka függvényében, és ebből entrópiát, entalpiát próbálunk meghatározni. De hát itt van egy nagy probléma, hogy itt van ez a bétával jelölt mennyiség, ami a fázis arány lenne. Tehát mi a fázis, a mozgófázis és az állófázis térfogat aránya az oszlopban, viszont fogalmunk sincs arról, hogy valójában mennyi az állófázisnak a térfogata. Ugye jobb hiány a kromatográfusok úgy állnak hozzá, hogy minden, ami nem mozgófázis, az állófázis. Ez korán sem így van, mert van rengeteg ballaszt, csak töltelék, mondjuk szilika, ami nem is vesz részt a megkötésben, az csak hordozója az állófázisnak magának. De megfelelő modellek segítségével, amelyekről itt most nem beszélek, a sztohasztikus modell segítségével jól tudjuk modellezni az ilyen heterogén megkötődéseket, és látjuk itt a négy különböző hőmérsékleten mért eléggé aszimmetrikus kromatogramokat, egy olyan modell segítségével, ami két enantioszelektív kötőhelyet feltételez, gyönyörűen le tudjuk írni ezeket a csúcsalakokat, meg tudjuk határozni azt, hogy az egyik kötőhelyen, a másik kötőhelyen milyen a tipikus megkötődési idő, egyetlen egy
adszorpciós lépésre, illetve hány ilyen megkötődés volt, amíg a molekula végig vándorolt ezen a HPLC oszlopon. Viszont, amikor egy ilyen heterogén rendszerben próbáljuk a Van 't Hoff egyenletet alkalmazni és entalpiát, entrópiát meghatározni, hát akkor szembesülünk azzal a problémával, hogy ha itt most három fajta kötőhelyet feltételezünk, külön-külön meg tudjuk mondani azt, hogy mennyi retenció származik az egyik, meg a másik, meg a harmadik kötőhelyből. Ezek additívak, viszont nekünk a logaritmusra van majd szükségünk, a retenciós tényező logaritmusára, ott pedig ennek az additivitásnak már semmi értelme nincs, tehát nem tudjuk a Van 't Hoff ábrázolásból tulajdonképpen a fizikailag vagy fizikai-kémiailag fontos paramétereket meghatározni. Ezért aztán királis elválasztásoknál jobb hiány az szokott történni, hogy nem is az egyes retenciós tényezőket, hanem a két enantiomer retenciós tényezőjének az arányát, ezt az alfát, az úgynevezett szelektivitást, vagy elválasztási tényezőt vizsgáljuk. Itt már akkor a fázis arány és egyéb problematikát kiküszöbölünk, és akkor ez a delta-delta H meg delta-delta S, ez tulajdonképpen az entalpia változás különbsége a két enantiomer között, és ugyanez áll az entrópiára, és hát a probléma továbbra is az, hogy sohasem ismerjük az állófázis térfogatát. Valahogy próbáljuk utánozni ezeket a heterogén rendszereket, de úgy próbáljuk utánozni, hogy ezért ez egy kézben tartható, jellemezhető elválasztás legyen. Például két homogén rendszerből tudunk egy heterogén rendszert létrehozni, hogyha két HPLC oszlopot, amelyekben más és más a retenciós mechanizmus, más a töltet, ezeket sorba kapcsoljuk. Itt azt látjuk, hogy van egy oktadecil, egy hagyományos C18-as oszlopunk, van egy cianofázisunk, ezeken külön-külön mérünk, aztán ezeket sorba kötjük, és így is mérünk retenciókat. Itt az első meglepetés, hogy ha különböző térfogat áramoknál hajtjuk végre ezeket a kísérleteket, akkor a retenciós tényezők változnak. Ez rossz hír, mert ez azt jelenti, hogy akkor nem tudjuk, hogy most ez a Van 't Hoff ábrázolás mikor jó, és melyik áramlási sebességnél kellene dolgoznunk. Ráadásul azt látjuk, hogy a retenció az hol csökken, hol nő, hol alig változik a térfogat áram hatására. Hogyha most mindegyik térfogat áramnál ezt a Van 't Hoff ábrázolást megcsináljuk, akkor ahány térfogat áramnál dolgoztunk, annyi meredekséget, annyi tengelymetszetet kapunk. Ezekből persze külön-külön a delta H-t és a delta S-t meg tudjuk határozni, és gondolunk arra, hogy hát tulajdonképpen, ha változik az áramlási sebesség, ugye a kromatográfiában az áramlás az a nyomás hatására alakul majd ki, hát ha itt akkor mondjuk az átlagnyomást, hogyha kiszámoljuk vagy kimérjük egy oszlopra, az átlagnyomás függvényében tüntetjük fel ezeket az entalpia változás, entrópia változás értékeket. Nézzük meg, hogy mi jön ki ebből. A piros körök és egyenes mutatja azt, hogy ezek a delta H és delta S értékek hogyan változnak az átlagnyomás függvényében a C18-as oszlopon. A zöld jelek mutatják azt, hogy a cianooszlopon mi történik. És teljesen furcsa módon, ha a kettőt összekötjük, akkor meg egy olyan eredményt kapunk, aminek semmi köze nincs a két homogén rendszerre kapott adatokhoz. És ugyanezt látjuk különböző vegyületek esetén, tehát valóban itt semmiféle additivitás nincs, és a borzasztó az, hogy ahány áramlási sebességen dolgozunk, annyiféle numerikus eredményt kapunk, illetve azzal is próbálkozhatunk, hogy azt mondjuk, hogy akkor nulla nyomásra, nulla bár nyomásra extrapoláljuk ezeket az adatokat, nézzük meg, hogy akkor hogyan tudjuk összehasonlítani a különböző entalpia, entrópia értékeket, akkor sem működik ez a rendszer, még akkor is, hogyha megvan a nagyon jó modellünk, hogy az egyik oszlop, másik oszlop retencióiból hogyan tudjuk a teljes retenciót megkapni. De ami még furcsább ennél, hogyha ugyanazt a töltetet különböző hosszúságú oszlopba töltjük, vannak olyan állófázisok, ahol ez nagyon egyszerűen működik, hogy egy 4 meg egy 8 centis oszlopot összecsavarozzunk, lesz belőle egy 12 centis oszlopunk. Itt is azt látjuk, hogy ahány fajta oszlophosszal dolgozunk, ugyanolyan állófázissal, megint csak teljesen más delta H és delta S értékeket kapunk, tehát nem lehet tudni, hogy
hol van az igazság, ha két különböző készülékbe tesszük ugyanazt az oszlopot, megint csak a két különböző rendszeren egész más entrópia változás értéket kapunk. Ugye, hát ha továbbra is azt hiszük, hogy itt a nyomásnak valamilyen szerepe van, akkor a Van't Hoff egyenletet egy ilyen térfogati munka résszel ki tudjuk egészíteni, ugyanis itt a térfogat változásnak amiatt van szerepe, hogy oldott állapotban a legtöbb molekulának a fajlagos moláris térfogata nagyobb, mint adszorbált állapotban, és az adszorpció folyamán lejátszódó térfogat változás meg fog jelenni akkor itt majd a termodinamikában. Vagyis akkor próbálkozhatunk azzal, hogy két különböző térfogati áramnál mért adatokra megpróbáljuk ráerőltetni azt, hogy ugyanakkora entalpia meg entrópia változást feltételezünk. Hát azt látjuk, hogy ez csődöt mond, mert itt két párhuzamos egyenest kapunk, a valóságban pedig ilyen két egymást metsző egyenest kellene kapnunk, tehát itt a térfogati munkával ezt nem tudjuk megoldani, de hát ennek oka is van, mert a tipikus ilyen moláris entalpia változások ezeknél az elválasztásoknál olyan 10 kilojoule per mol környékén vannak, kis molekulákra a fajlagos moláris térfogatnak a megváltozása az ilyen 10 köbcentiméter per mol környékén van. Ha olyan 200 bar átlagnyomással dolgozunk, akkor azt látjuk, hogy a térfogati munka hatása az nagyságrendekkel kisebb lesz, mint az entalpia változás, tehát nem működik. Tehát a konklúzió ebben a részben az, hogy a numerikus értékek azok sok mindent nem mondanak, de a trendekben lehet hinni, amikor látjuk azt, hogy itt most nő vagy csökken, vagy mi lesz az entalpia változással. Röviden szeretnék még beszámolni néhány eredményről, amelyeket szuperkritikus fluidum kromatográfiában értünk el. Ez egy nagyon érdekes területe az elválasztás technikának, mert ez a szuperkritikus fluidum kromatográfia, ez időnként a reneszánszát éli, és akkor próbál betörni az analitikai kémiába, de valahogy ez mindig meghiúsul, és a HPLC mellett ez nem tud elterjedni. Van egy kis félelem is, meg egy kis meg nem értés ezen a területen, de tulajdonképpen, ha a felhasználó szempontjából nagyon szeretném leegyszerűsíteni a dolgokat, akkor azt mondom, hogy nem is mondom azt, hogy szuperkritikus fluidum kromatográfia, hanem azt mondom, hogy SFC, és ez egy nagyon jó rövidítés, mert az SFC-ben nem csak a szuper, hanem a szubkritikus is benne van, mert hogyha mondjuk a széndioxid mozgófázishoz valamilyen szerves módosítószert keverünk, akkor annak a keveréknek a kritikus pontja biztos, hogy olyan tartományban lesz, amit kísérletileg mi nem tudunk elérni, tehát a kritikus pont alatt maradunk. De itt most mára nekünk szerintem annyi elegendő, hogy az SFC az nem más, mint egy olyan HPLC elválasztás, ahol széndioxid mozgófázist alkalmazunk. HPLC-ben azt tanítják, hogy a minta oldószere az lehetőleg legyen ugyanaz, mint amilyen eluenssel dolgozunk az elválasztás során. Most hát SFC-ben ezt nyilván nem tudjuk megvalósítani, hiszen széndioxidban nem fogunk semmit sem feloldani. Ugye a széndioxid az egy nagyon apoláris oldószer, tehát gondolhatunk arra, hogy hexánban, heptánban oldjuk fel a mintát, és majd ezt adagoljuk az SFC készülékbe, de hát ugye polárisabb vegyületek ezekben nem fognak oldódni, tehát valamilyen poláris módosítószert még mindig hozzá kell adni a mintához, és itt látunk egy olyan méréssorozatot, ahol egyszer metanolban, egyszer meg heptánban oldottunk fel egy alkilbenzol homológ sort, és ezeknek a ezt a keveréket adagoltuk egy SFC rendszerben. Azt látjuk, hogy sikerül. Igen, itt van egy nagyon kis csúcs, ami egy ilyen nagyon kicsit kiemelkedő és egy elnyúló, nagyon lassan visszaszálló csúcs. Ez tulajdonképpen a metanolnak a csúcsa. Tehát a metanol oldószerből rengeteg van ebben a rendszerben, csak hogy itt UV detektálás történik, és 200 nanométeren a metanolnak már alig van abszorbanciája, tehát a jelben ez nem nagyon jelenik meg, ezzel szemben az alkilbenzolok azok szép nagy abszorbanciát mutatnak. De ennek a metanolnak, illetve a metanol elúciójának az a következménye, hogy azt is látjuk, hogy az alkilbenzolok csúcsai azok eltolódnak, meg a szélességük is meg fog változni,
Annak következtében, hogy itt van egyfajta versengés a metanol mintaoldószerrel. És ha nézzük ezeket a hasábokat, hogy tulajdonképpen a benzoltól az oktadecil benzolig hogyan változnak ebben a rendszerben az elméleti tányérszámok, ezek a piros oszlopok azt mutatják, amit mondjuk ilyen szabályos rendszerekben elvárunk, hogy heptán oldószerben minél nagyobb a retenció, egy kicsit jobb lesz a hatékonyság, mindig egy kicsit nagyobb elméleti tányérszámot kapunk. Amikor metanolban oldjuk fel a mintát, akkor viszont azt látjuk, hogy az alig megkötődő komponensekre hatalmas nagy elméleti tányérszámot kapunk, aztán ez visszaesik, és utána megint megpróbál helyreállni. Itt a metanol az valahol itt előállódik, ahol visszaesik ez az elméleti tányérszám. Ezek a komponensek, amelyekre ilyen hatalmas tányérszámot kaptunk, ezek jönnek le az oszlopról a metanol előtt, ezek pedig a metanolnak a szép lassan lecsengő végén ülnek meg. És látjuk azt is, hogy ennek megfelelően a retenciós idők is eltolódnak, itt látjuk azokat a különbségeket retenciós időben, amit egyszer heptánban, egyszer pedig metanolban oldott mintákra kapunk. Tehát itt megjelenik a metanolnak egyfajta ilyen leszorító-kiszorító hatása. Annyira sok van a metanolból az oszlopon, meg annyira jól megkötődik, hogy ez a gyengébben kötődő komponenseket letolja, keskenyíti a csúcsukat, míg van egy elnyúlási hatás azokra a vegyületekre, amelyek a metanol után előállódnak. Itt is nagy térfogatú metanolt, oktilbenzolt, decilbenzolt injektálva meg tudjuk határozni az egyensúlyi izotermákat ezekre a rendszerekre. Látjuk azt, hogy mind a három esetben a kísérlet, illetve az illesztett izoterma alapján, modell alapján számított kromatogramok teljes mértékben megegyeznek. Így akkor van egy nagyon jó modellünk erről az egész rendszerről, és tudjuk most már modellezni azt, hogyha mondjuk egyre nagyobb mennyiségű metanolt tartalmaz a mintának az oldószere, akkor ez hogyan befolyásolja majd a retenciós időket, hogyan befolyásolja a csúcsszélességet, az elválasztásnak a hatékonyságát, és megjelenik itt is, ezeken az ábrákon is ugyanígy ez a kiszorításos hatás, illetve hát ezen az ábrán most két modellvegyületre, vagy hát hipotetikus vegyületre látjuk azt, hogy a kiszorításos hatás, meg az elnyúlási hatás, az milyen csúcsalakokat, torzulásokat jelent. Tehát tulajdonképpen nem egyszerű ezzel tervezni, de hogyha ez a kiszorításos hatás mondjuk valamennyit tud hozni a konyhára, hogy keskenyebb csúcsokat kapunk egy szűk intervallumban, akkor ezzel akár még a hatékonyságot is tudjuk növelni. És ezen az ábrán csupán annyit szeretnék illusztrálni, amit itt az SFC rövidítéssel kapcsolatban mondtam, hogy teljesen mindegy, hogy szubkritikus vagy szuperkritikus körülmények között történik az elválasztás, a felhasználó ebből semmit nem vesz észre. Itt például a metanol többlet izotermájának a meghatározását végeztük el egy metanol széndioxid mozgófázis rendszerben, két különböző oszlopon, amelyek többlet izotermájában természetesen van különbség, de az, hogy szuper vagy szubkritikus körülmények között határozzuk meg ezeket az izotermákat, többlet izotermákat, ezek semmilyen különbséget nem mutatnak, ezek együtt futnak, illetve hát ezeket még modellezni is tudjuk, és akkor meg tudjuk határozni azt, hogy melyik állófázison tulajdonképpen milyen adszorbeált metanol réteg, egy molekulanyi réteg, vagy két-három molekulányi réteg alakul ki az állófázisnak a felületén. És akkor még egy ábra erejéig szeretnék visszatérni az előadás címéhez, a kromatográfia sok színűségéhez. Itt egy olyan számítás sorozatot mutatok be, ahol a HPLC elemzéseknek az ismételhetőségét vizsgáltuk. A baloldali ábrán itt most egy tesztel egynek 25 kromatogramját látjuk, 5 ugyanolyan állófázissal töltött oszlopra, egy tesztel egyet, mindegyik oszlopra 5-ször injektáltunk, és a kromatogramokból így egy kétdimenziós korrelációs térképet, illetve hát amit látunk ezen az ábrán, egy kétdimenziós minta-minta
korrelációt tudunk előállítani. Nagyon egyszerű számítási eljárással ezt a 25 kromatogramot egy mátrixba rendezzük, nevezhetjük ezt kromatomátrixnak, és akkor a mátrixot a transzponáltjával megszorozva kapunk egy ilyen korrelációs térképet, ahol látjuk azt, hogy melyek azok az oszlopok, HPLC oszlopok, amelyek nagyon hasonlítanak egymásra, és akkor itt a korrelációs térképen ilyen lila foltokat kapunk, ahol meg ezeket a piros foltokat látjuk, ott akkor két nagyon különböző HPLC oszloppal állunk szemben. És hogy ez a fajta korrelációs térkép, ez nem csak a kromatográfiában fordul elő. Paul Klee-nek, egy svájci festőnek az 1930-ban készült festéménye, az kísértetiesen hasonlít ezekre a korrelációs térképekre, amit itt a HPLC elemzések feldolgozása során kaptunk, és akkor, hát ha csak a színes kockákat nézzük, akkor nehéz is megmondani, hogy hol van itt az elválasztás tudomány, és ez hol és hogyan találkozik a művészettel, van-e köztük különbség, nem biztos, de minden esetre ennyit szerettem volna elmondani a kromatográfia sok színűségéről. Köszönettel tartozom három olyan professzornak, akik mellett mindent, amit tudok a kromatográfiáról és kemometriáról megtanultam. Incédi János a Veszprémi Egyetemen volt a mentorom, és az én pályámat, előrehaladásomat mindig is nagyon közelről figyelte, és mindenben támogatott. 1989-től dolgoztam együtt a Ferrarai Egyetemen Francesco Dondival, sajnos 2015-ben ő is elhunyt, illetve hát megint csak szinte teljes pályafutásom alatt Georges Guillochonnal 1990-től dolgoztunk együtt, és mindannyiukkal számos közleményt írtunk közösen. Ezen az ábrán igyekeztem felsorolni a társszerzőimet, akikkel közös publikációnk jelent meg, kivel több, kivel kevesebb, ezeket a betűknek a mérete mutatja, illetve hát ezen túlmenően köszönettel tartozom minden régi munkatársamnak a Veszprémi Egyetem analitikai kémia tanszékéről, minden volt és jelenlegi munkatársamnak a Pécsi Tudományegyetem analitikai és környezeti kémia tanszékéről, az Általános Orvostudományi Kar biológiai, analitikai intézetéből, illetve hát a korábban MTA-PTE, most ELKH-PTE, molekuláris kölcsönhatások az elválasztás tudomány kutatócsoport tagjainak. Ahogy elnök úr is itt felsorolta, 2009-től van szerencsém a Magyar Elválasztás Tudományi Társaságot vezetni. Szeretném megköszönni minden kollégának, a vezetőségi tagoknak, felügyelőbizottság tagjainak, tiszteletbeli vezetőségi tagoknak az elmúlt sok-sok évben végzett közös munkát, és végezetül pedig köszönöm családomnak a támogatását, és köszönöm a figyelmüket.